Bemutatta első kötetét a Pallas könyvkiadó. Az amerikai szerző Bojé Lafayette Mente a kínai észjárásról írt. Csizmadia Norbert, az alapítvány kuratóriumi elnöke a budapesti bemutatón elmondta. A kibontakozó új világrend várhatóan a kelet felemelkedését hozza majd, ezért különösen fontos megérteni a kínaiak gondolkodását, kultúráját. A tizedik pont, amely nagyon izgalmas volt számomra, egy mondat a könyvből, amely úgy hangzott, hogy a kínaiak az új rómaiak ami azt jelenti, hogy a tudósok, a mérnökök, a feltalálók, mindenki Kínából a kultúrájukkal magukkal víve a világ bármely országában megőrzi a saját kultúráját. Gondoljunk csak a különböző nagyvárosok sajnálatanyaira éttermeire, tradícióra, a kínai taxis, a szokásrendre, a gondolkodásra, a világ minden részén egy nagyon erős kulturális identitásról van szó. Csizmadia Norbert azt is elárulta, hogy a 214 oldalas könyv egy trilógia első része. Még idén megjelennek ugyanis a 89 éves szerző Japán, majd kóreai gondolkodást bemutató munkái. Az a maga az a új év, maga is a tavaszinepp. Li Chen, az Egyövezet Egyút Európai Szervezetének elnöke emlékeztetett arra, hogy a művet a kínai újév első napjára időzítette a kiadó. A Palaszaténi könyvkiadó 2017. szeptemberében jött létre azzal a céllal, hogy olvasói széleskörű és alkalmazható közgazdaságtani, pénzügyi és menedzsment ismeretekre tegyenek szert. Mindemellett a világban zajló aktuális geopolitikai kérdésekre is választ kapjanak.